Sziasztok, Dóri vagyok, és egy új típusú videóban jöttem, nem tudom ez mennyire fog nektek tetszeni, írjátok meg és ki fog derülni, de arra jutottam, hogy érdekes lenne híres, nagyon híres emberek, modellek, Instagram modelleknek a diétáit kipróbálni egy hétig, és elmesélni a tapasztalatomat, hogy bírtam, milyen hatással lett, fogytam-e vele, blabla, és ki akarok próbálni ilyen őrült diétákat, amiket ők csinálnak. És a mai, avagy az első epizódban Alexis Rennek szeretném a diétáját kipróbálni. Akinek van Instagramja, szerintem tudja, hogy ki ő, egyszerűen ő egy nagyon-nagyon híres modell, főként Instagram modell egyébként szerintem inkább. Csodálatos alakja van, egyszerűen gyönyörű alakja van. A mai társadalmi normák szerint a tökéletes alakja van neki. Találtam egy honlapot, ami elmondja neki a trükkjeit, amiket ő szokott alkalmazni, és gondoltam, próbáljuk ki egy hétig. Na először menjünk is végig a dolgokon, hogy mikre számíthatok, mit kell csinálnom a diéta alatt, és utána pedig kezdődhet egy kicsit heti vlog stílusban az, hogy bírtam és mit ettem. Semmi kenyér, gluténérzékeny. Nem tudtam, hogy gluténérzékeny egyébként, de semmi kenyér szerintem ez az egyik legnehezebb dolog, mert nagyon sok mindenben van glutén, amit nem is tudunk, de például kenyér, tészta, tortilla, tehát rengeteg mindent nem fogok tudni enni, semmi gyors kaja. Jó, ez ami néha egy kicsit nehéz, azért szeretek egy pad thait enni. Semmi alkohol, viszont 2 liter vizet iszik egy nap, semmi alkohol, oké. 2 liter vizet iszik, én is minimum iszom 2, de én olyan 3-4-et szoktam, tehát az simán fog menni. Semmi vörös hús, oké, ez könnyű lesz. Nem vegetáriánus egyébként, de nagyon kevés húst eszik. Ez az, ami konkrétan lehetetlen, én ezt biztos vagyok benne, hogy nem fog sikerülni, ha csak egyetlen egy nap sikerül, akkor már jó vagyok. Semmi evés 7 óra után, hát én ilyen éjszakai bagoly vagyok, tehát én nem tudom, 10-kor szoktam vacsorázni, de megpróbáljuk. Nem sok cukor, rendben van. És a cikkben ez a következő mondat volt, ami nagyon-nagyon felvitte bennem a pumpát. Az van ide most így lefordítva, hogy tudom, hogy ez nem hangzik túl mókásnak ezeket követni, de megéri, mert olyan tested lesz, mint Alexis Rennek, ha betartod ezeket. És így, aki ezt a cikket írja, az normális? Annak van egy... Ezért van ennyi étkezési rendellenesség a világon, mert az emberek azt hiszik, hogy ha elkezdenek fogyókúrázni, akkor úgy fognak kinézni, mint a kedvenc modelljük. De nem, mert mindenkinek másmilyen a testalkata, teljesen más genetikai adottságokkal lettünk megáldva, tehát ha így étkezel vagy, hogyha koplasz, akkor sem fogsz úgy kinézni, mint Alexis Renn, és az annyira rossz, hogy ez tök híres cikk, ilyen téves információkat ír bele, és tényleg ilyen 11-12 éves lányok, akik úgy akarnak kinézni, mint Alexis Renn, azt elhiszik, hogy egyszerűen borzalmas, ezt ne higgyétek el, én sem ebben a mentalitásban kezdem el ezt az egészet, csak ki akarom próbálni. Gyümölcs, aminek nagyon örülök, rengeteg gyümölcsöt eszik, kélcsipszet eszik, azt tudjátok, a rojtos kell betéve a sütőbe, és ilyen chips állag lesz. Vegán proteínpor, na hát a vegán proteínporok amúgy tök jó, hogy vegánt használ, nem pedig nem vegánt, de azok annyira drágák, és azért nem akartam venni, viszont van nekem spirulina porom, amiben nagyon sok a fehérje, és az úgy remélem kiegyenlíti. Ez a trail mix, ez nem tudtam, hogy eddig mi, de rákerestem, és ez a féle diák csemegének az amerikai változata, gondolom ezt szokta snackelni. Banánfagyi, Alexis Renn tudja, hogy mi a jó, banánfagyit szokott enni, már több videóm is van róla, tudjátok, hogy imádom. Salátát citrommal és borssal, tehát sok salátát is fogunk enni a következő héten. A vega burgert, amit nem hamburger zsemlébe, hanem salátába teker bele és avokádóval eszi, ez is egy tök jó dolog szerintem, hogy vega burgert eszik, nem pedig simát. Valahol még olvastam azt is, hogy ilyen heti 5-6-szor edz, de azt itt most nem látom, de azt is elmondom, próbálok minden nap, vagy minimum heti 5-6-szor valamilyen sportot is belevinni az egészbe. Na hát ezek a dolgok vannak, amiket kell csinálni. Nekem nagyon tetszik egyébként Alexisnek a diétája, mert viszonylag vegán, kevés hús, glutént sem eszik, és nagyon sok gyümölcsöt, zöldséget, vegaburgert, vegán proteinport. Ezután átadom a stafétát az iPhone-omnak, és egy heti vlog-szerű, heti mit ettem ma dolog fogja kezdetét venni, ahol kipróbálom ezt a diétát. Na, jó reggelt kívánok! Itt van az első napom. Az első reggelim chia puding lesz, amit igazából nem láttam a listán, hogy olyan rendszeresen szokott enni, de szerintem ez egy viszonylag természetes étel. Kókusz és rizstejjel kevertem össze. Tehát spirulina port, amit a fehérje miatt használok, fekete berkenyepor. Egyébként van benne még fahéj és édesítő. Mangó. Már nagyjából egy hónapja tudom, hogy ezt a videót megszeretném. Akkor vett anyukám vagy 5-6 mangót, és ezért az egy mangóért én foggal, körömmel küzdöttem, hogy ezt megmaradjon erre a videóra. És hát megmaradt, de egy picit megromlott sajnos, de nem baj, én már
meg fogom enni, mert nem érdekel. Kóstoljuk meg, ez nem néz ki túl jól, de reméljük finom lesz. Szeretem a chia pudingot, de azokkal nem tudok azonosulni, akik így oda vannak, értem, mert azért annyira nem jó. Na, snack, zöldségek, ez itt kígyóborka, nyers brokkoli és répa, és humuszba fogom már. Közben pedig videót vágok. Ez egy igazi, egészséges, produktív uzsonna. Na már én este 7:30 körül van, és egész nap vágtam és tanultam. Most beszélek egyébként először a kamerába, és utána így este 8 körül jutott eszembe, menni akartam hajat most, és eszembe jutott, hogy basszus, ma sportolnom kéne. Teljesen elfelejtettem, hogy minden nap sportolni kéne, ezért át is öltöztem az edző cuccaimba, és egy Jillian Michaels tornát fogok megcsinálni, ami nekem nagyon nosztalgik, mivel volt egy időszak olyan 2-3 éve, amikor konkrétan minden egyes nap ezt a tornát csináltam. Nem tudom, ezt ismeritek-e, ez az a 30 napos program, ahol 3 szint van, én nekem ez volt az élet. Tényleg annyiszor megcsináltam ezt már, hogy kívülről fújom. Na már 10 múlt, edzettem, hajat mostam, és hát igen, ez a 7 órakor vacsorázunk dolog nem jön össze, de a vacsorám nagyon egészséges, nézzétek meg! Ez itt a szívsaláta, ez a legeslegkedvencebb saláta típusom, nagyon finom és ropogós. Ennek fogom leszedni a leveleit, teszek bele paradicsomot, uborkát, olívabogyót és kukoricát, és még valami szószt. Vannak, akik ezt úgy hívják, hogy salátakó, de én nem vagyok hajlandó így hívni ezt, mert ez egy nagyon idióta szójáték, és én nem fogom így hívni. Desszert. Na, harmadik nap, most itt vagyok apukámnál, és egy akadályba ütköztem, mert elfelejtettem nekik mondani ezt az egészet, és náluk mindig van nagyon finom házi készítésű kenyér, amiből nem ehettem, de csináltam magamnak egy salátát rukkolából, paradicsomból és paprikából, amit humusszal ettem, utána pedig banánt magyaróvajjal, ami isteni finom volt, imádom a magyaróvajos banánt, és igen, most itt tanulok, és nézzük meg, mi lesz ebédre. Jajt vágyat! Itt cicege, vörös káposzta fasírt, hajdina cukkinivel és ez pedig ilyen thai zöldségek szójaszószal. Nagyon undorítóan néz ki, de élőben esküszöm finom, íme a vacsorám. Zöldségek, gomba, tofu, egy nagyon finom mustáros szójás pácban. Íme az ebéd, mikrózott krumpli, ezeket tényleg csak betettem a mikróba, először kiukaszgattam őket egy villával, aztán betettem vagy 8 percre a mikróba. Lesz hozzá só, avokádókrém, amit ugye tudjuk, hogy nagyon szeret Alexis is, ketchup, szirracsás majonéz, saláta és uborka. Így dob fel egy uncsi kaját, rengeteg hozzávalóval. Tényleg, én már utálom a krumplit, volt egy olyan időszakom, ahol nagyon ez a magas szénhidráttartalmú, semmi zsírtartalmú vegán voltam, a legelején, még a legeslegelején. Mindig krumplit ettem, már kb. Hányok a krumplitól. Miközben ezen gondolkoztam, eszembe jutott, hogy amikor ugye elkezdtem vegán lenni, és ez a nagyon ilyen krumplimániás voltam, akkor konkrétan a suli szekrényembe vittem vagy 5-6 krumplit, nyers krumplikat, és voltam egy kis zacskónyi fűszer, és egy kis mini ketchup.
sapos tasakok, és ha nagyon-nagyon nem volt semmi, amit enni tudtam volna, akkor fogtam, kértem egy ilyen kis papírtányért, fogtam a krumplit, kiukaszgattam, betettem, ott volt a suli büfénél egy darab mikró, betettem vagy 8-10 percre, 15 perces szünetben, és utána befűszereztem, és ezt ettem a szünet. És kb. Azóta nem is ettem, de nagyon éhes vagyok, és tanulnom kell, és nincs időm, és lusta voltam főzni. És kenyeret ettem volna az avokádókrémhez, de azt sajnos nem tudok. Na, nagyon hosszúra elnyúlt ez az intro, jó étvágyat! A mai torna is megvolt, és most egy Fight nevű órán voltunk a Rékával. Én küzdő sportszerű, de kardió, és amúgy nagyon jó volt. És ennyi, most megyek haza. És a többiek ma este mennek el bulizni, nem tudom, hogy hívjam ezt estézni, de nem tudok menni, mert tanulnom kell, és utána rájöttem, hogy alapból sem ihatok alkoholt most az az egy hét miatt, de igazából nem ez a fő okom, hanem mert tanulnom kell. Ma esti vacsora, zöldségek, brokkoli, karfiol, tofu, 11 óra lesz mindjárt, tehát megint nem jött össze a 7 óra. Na, uzsonnál eszem egy kis szőlőt, annyira gyönyörű és nagyszemű és zöldes, és Alexisnek az elég érdekes diétás kajáját, a diák csalagét. Na, íme a vacsorám, tön-tön-tön-tön-tön-tön. Ez egy gluténmentes vegaburger a Vegan Love-ból, amivel több legyet is jutok egy csapás. Alexis vegaburgert szokott általában enni, ez ráadásul gluténmentes, és tudom, még soha nem ettem gluténmentes hamburgert. Na jó. Tudom, hogy ez a videó nem ruhákról szól, de most kaptam egy csomagot a Romvétől és a Shein-től, és gondoltam, megmutatom nektek, hogy miket kaptam. Először is egy óriás csomagnyi aranyszínű karika fülbe volt, én tényleg most már egy karika fülbe való függő vagyok, és kaptam még ezt a fülbe volt, ami annyira-annyira tetszik, ez egy arc, ami itt lóg rajta. Talán ennek örülök a legjobban, ez egy ilyen kis mini fekete hátizsák, nagyon szükségem volt egy mini hátizsákra, amit akkor tudok vinni, amikor tényleg nincs olyan sok cuccom, és nagyon tetszik az arany-fekete kombó, most is passzol a pólomhoz és még a fülbalomhoz. Akkor még kaptam ezt a nagyon cuki kis fehér crop topot, és még, mutatom, és még ezt a gatyát, ami oldalt piros és fehér, és ez a szokásosan így összepattintható. Az utolsó dolog az egy ilyen kis ruha, elég balga döntés volt, mert ugye én nagyon magas vagyok, és ezek a ruhák pedig nagyon rövidek ahhoz képest, tehát tényleg elég rövidke, inkább ilyen tunikának mondanám, mint ruhának, de egyébként tök cuki, de nem hiszem, hogy ezt hordani fogom tudni, vagyis fel fogom venni. Világ legalexis renesebb dolog, amit valaha csináltam. Gyártanak és azokat nagy gyártunk benne. Keresztül hatásban kívánunk üresznek. Feljön, tüdös figyelmüket. Na, itt vagyok Szegeden, ma van a hétnek az utolsó napja, vagyis nem a hétnek, hanem ennek a diétás hétnek. És ma van az utolsó vizsgám, az utóbbi napokban azért sem tudtam úgy igazán videózni, csak ilyen kis random klippeket, mert tanultam erre az utolsó vizsgára. De most ma vagy átmegyek, vagy nem, vége van a vizsgaidőszakomnak, mert ha megbukom, akkor csúszom egy évet ezzel a tárggyal, tehát már nincs lehetőségem újra csinálni. Borzalmasan nézek ki, mert tényleg az utóbbi napokban nagyon stresszeltem, és tanultam, és Istenem, kérlek szépen, Istenem, áld meg, hogy átmenjek, ez egy olyan tárgy, amiben már kétszer megbuktam, mert annyira nehéz. A vlogon keresztül is sztorítsatok nekem, hogy a következő klip az lesz, hogy boldogan átmentem. Ja, hups, a következő klip az még mindig itt van. Egy teát iszom előtte. Ez a világ legszomorúbb dolga, amit valaha reggeliztem. Zappehely, csak cukorral és vízzel, forró vízzel természetesen. Nincs se növényi tejem, se gyümölcsöm, se fahéjam, sem. Itt vagyok Martinnal, szerintem most vagy először a videóban. Én Szegeden az egyik legjobb barátom, és sikerült a vizsgám. Vagyis még nem tudom a jelet, vagy mi? Jelet? Elégséges. Oké. Okay. Tehát még nem tudom a jegyet, de valószínűleg sikerült, és nagyon-nagyon örülök, és hát most megyünk kajálni. De én egy most pár randó. Na, íme itt van a nagyon egészséges kajám, és a Martin szintén óriás szendvicse. De nem tőled vettem ezt. Ne, rosszul vettem, nem így kell, így. Mondom, utasd. Nem így, ez így a telefon. Igen. Én így csinálom. De én csak ilyen ironikusan csinálom, nem direkt. Akkor most oltasz engem? Igen. Mármint érted, hogy valami tudod, hogy gáz, és azért csinálod. Tehát ez gáz, hall? Nem. Eljön és volt? Imádom. Gluténmentes, vegán, rakkor van,
darab hagyma volt? Nem. Miért kell mindig valamilyen sokkolócsi dolgot csinálni? Emberi. Találkoztam két néző, és sziasztok, be akartok mutatkozni. Szandra vagyok. Annyira nehéz amit mondani, ami nem ilyen formális, és nem ilyen awkward. De igen, itt vannak nagyon-nagyon sok, és igen. De ne, a lötyöt, azt szedd le róla. De miért? A lötyöt, mi baj van? Mert nem akarom, hogy ilyen szétfolyjon az egész át, és még így is csomó löty. Köszi nagyon a segítséget. Nem hiszlek el. Nem hiszlek el, Martin, komolyan, most tényleg magadra fújtad? Mutasd, Putin. Hát de mit hittél? No. Tehát várjunk, elmondjuk a sztorit, Martin még soha nem evett oliva bogyót. Hogy kell? Edd meg, szemben. Igen! Nem jó? Nagyon. De és komolyan nem jó? Ütöttem. Igen. Nagyon jó. Kövjed. Na, tehát Martin annyira belejött a kóstolásba, hogy most megkóstol egy zöldet is. Fúj! Az jobb, mint a zöldet, nem? Jó. Akkor jó. Alexis Renes diétás hét, utolsó étkezése, az utolsó vacsora. Ez itt karfiol, brokkoli, gomba, tofujet ettem már szerintem 2-3 ezen a héten, mivel ugye nem lehet semmilyen kenyér vagy tésztaszerűség, és az értékelés az mindjárt jön. Nagyon remélem, hogy rajtam van a fókusz, mert ez a háttér egyszerűen annyira erőteljes, hogy soha nem rajtam van a fókusz. Eltelt egy hét, és gondoltam, összefoglalom ezt a hetet. Az az igazság, hogy nem mértem meg magam sem a hét elején, sem most, de én tényleg nem hiszek a mérlegben, mert annyi mindentől függ most az, hogy a mérleg az hogy áll éppen. Viszont én nagyon élveztem, tényleg ez az volt a jó ebben, hogy nem volt kalóriaszámlálgatás, nem volt megszabva, hogy hányszor ehetsz, addig ehettél, amíg jól laktál. Ami nehezebb volt, az a glutén, tehát nem ettem semmilyen kenyeret, tészt, tehát az néha hiányzott. Ami még nagyon jó volt, hogy nagyon sokat sportoltam, azt hiszem 4-5 mentem el tornázni, vagy otthon sportoltam, amit én nagyon szeretek és nagyon élvezek. Sok rengeteg gyümölcsöt, zöldséget ettem, banánfagyit elfelejtettem csinálni, pedig még be is fagyasztottam a banánt, és kélcsipszet se csináltam, pedig én azt egyébként kb. Heti rendszerességgel szoktam. Tehát ezek kimaradtak, de higgyétek el nekem, hogy azokat is szoktam enni. Nagyon meg vagyok elégedve, jobban érzem magam kicsit, de azért ma a mai nap, ez egy nappal később van, a mai nap azért ettem pirítóst, és olyan jó volt pirítóst enni. Hát köszönöm szépen, hogy megnéztétek, írjátok meg ez a videótípus, hogy tetszik nektek, ez egy kicsit vlog típus is, de azért nem mindent videózom, főként inkább az ételt, és egy kicsit ilyen kihívás is. Írjátok meg milyen hírességgel csinálják ilyet legközelebb, most lehet valami brutálisabbat következőleg, mit tudom én, Kim Kardashian, aki tudja csak ilyen 1000 kalóriát eszik egy nap, vagy nem tudom. Tehát azt írjátok meg, és köszönöm szépen, hogy velem voltatok. A mai napi emberkém, úristen, Bianca2970, aki mind a két Instagramomon bekövetett, nagyon-nagyon szépen köszönöm neked támogatást. Ha ti szeretnétek egy ilyet, kövessetek be az Instagramjaimon, és iratkozzatok fel, ha még nem tettétek volna meg, csengőcskét is megnyomhatjátok, akkor értesítés is kaptok, ha kiteszek egy videót.